Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, én Dallos Zoltán vagyok, és folytatjuk ezt az interjú sorozatot, aminek a témája üzlet és utazás. Hát és a mai vendégem is hasonlóan színes egyéniség, mint az előző 50 vendégem volt. Azt kell róla tudni, hogy nagyon sok minden érdekli, sok mindennel foglalkozik, akár a harcművészetet is említhetjük, akár a nyelveket, űrkutatással foglalkozik, ugye jól mondom? Igen, igen. És van egy blogja, amit úgy hívnak, hogy használtfel.hu, és üdvözlöm Kocsis Gábort, szia, üdvözöllek! Szia, szia Zoli, köszönöm szépen a lehetőséget! És hát azt mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy itt a blogod az egy óriás nagy követőtábornak örvend, ugye nagyon sokan ismernek téged már a blogon keresztül. 175 ezeren követik, ugye jól mondom kb. A számot, tehát tényleg egy óriás nagy tömeg. Ez nagyon szép eredmény egyik oldalról, és ugye ez is mutatja azt, hogy mennyire keresik az emberek tényleg így az önfejlesztést, önismereti témákat, ugye körülbelül ezekben a témákban. Igen, igen. Írsz, hogy honnan jött az ötlet, és honnan indult, honnan eredt az egésznek a... Az ötlet az élet hozta. Uh-huh. Nekem volt egy sztrókom 8 évvel ezelőtt, 2011-ben, akkor voltam 28 éves, és elég kemény lelki harcot vívtam, amíg fölépültem. A fizikai felépülés az gyorsabb volt, a lelki rész az volt a húzósabb, és én nem fordultam segítségért. Tehát úgy nézelődtem, próbáltam utána olvasgatni, meg ilyesmi, de nem mentem el segítőhöz, meg nem kerestem olyan közösséget, hanem ilyen kemény fejű voltam, akkor én megvívom a saját harcomat, és amikor ezzel megvoltam, úgy éreztem, hogy most már rendben vagyok, akkor azt éreztem, hogy valamit szeretnék visszaadni az embereknek, hogy valahogy szeretnék segíteni, hogy másoknak ne kelljen megvívni ilyen kemény harcokat. És akkor először még csak az volt az ötletem, hogy más stroke túlélőknek segítse. Aztán, ahogy elkezdtem írni, mert a blog az ugye akkor már jött a gondolat, hogy az egy jó kapcsolódási lehetőség az online térben az emberekkel, és ahogy elkezdtem írni, egyre több olyan ember keresett meg, akinek semmi közük nem volt a sztrókhoz, de inspirálta őket az az út, amit bejártam. Úgyhogy így indult. Neked meg ez volt kvázi a terápiád is, hogy kiírtad magadból, és... Érdekes, lehetett volna az, de nem. Tehát én akkor már rendben voltam. Aha. Persze az, hogy rendben voltam, az nem az, tehát most is vannak nehézségeim, most is vannak küzdelmeim a mindennapi életben, tehát nem az van, hogy én most megvilágosodtam és ülök a hegyen, hanem a stroke-kal úgy érzem, hogy már lényegében rendbe tettem magamat, és ott már csak az volt a szempont, lehetett volna ez terápia. Egyébként, ha viszont mélyére nézek, akkor nekem is sokat adott az, hogy én segítettem másoknak, és utána is volt még nehéz időszakom, édesapám halála, meg párkapcsolati nagyon komoly válság, és akkor segített az, hogy igen, nekem van egy olyan célom, inkább ilyen szempontból a terápia, hogy van egy életcélom, hogy adjak. És hogy van ez pariban, vagy hogy kapcsolódik a civil életedhez, vagy mennyire van ez a kettő egyensúlyban, és ezt hogy tudod kezelni? Ez egy érdekes kérdés, igen. Most már sokkal jobban motivál az, hogy én embereknek segítsek. Uh-huh. Az űrkutatás, a mérnöki munka szerettem, azért csináltam, és... Elég távol van azért ez a két terület egymástól, tehát azért... Lehetne távol egyébként, de én azt gondolom, hogyha elkezdünk odafigyelni bármire, amit csinálunk, észreveszünk az összefüggéseket, és az űrkutatásból is hoztam nagyon fontos dolgokat, a mérnöki gondolkodásból is, amit az embereknek való segítésben is tudok használni. Tehát mi szeretjük úgy már ugye a tantárgyaink is élesen szeparáljuk, hogy most eddig tart és nem tovább, de az élet az nem ilyen. Az élet az egy nagy egész, amiből mi rálátunk bizonyos kis részekre, viszont hogyha elkezdjük összefüggésében tekinteni, akkor nagyon sok mindent át tudunk vinni egyik területről a másikra. Úgyhogy ezért is biztos, hogy nem véletlen, hogy ennyi mindennel foglalkoztam, meg foglalkozom, mert ezekből áll össze az, aki vagyok és amit képviselek. Egyrészt ugye fantasztikus tényleg ez a kitartásod is, a minden, amivel ugye csináltad, és fölépült ez a közösség, és ugye azt néztem, hogy körülbelül közel 500 írás, ugye, ami már szerepel az oldalon. Már 530. Vagy 500 fölötti. Igen. Hogy mit tapasztalsz, hogy mi az, amit az emberek leginkább keresnek, mi az, amivel leginkább tudnak kapcsolni, mik azok a leggyakoribb témák, ami nehézséget okoz nekik, és amik a legnépszerűbb írásaid?
látszólag az embereknek a többi emberre van a legtöbb gondja, egyébként önmagukkal. Uh-huh. Tehát mindig arról szól a dolog, és ugyanoda térünk vissza, hogy bennem hol borult fel az egyensúly, mert hogyha belegondolsz, akkor minden ember az egyensúlyra törekszik. Uh-huh. Ha szomjas vagyok, iszom. Hogyha éhes uh-huh. vagyok, eszem. Hogyha valaki például ordítozik velemben, és felborult egy egyensúly, vagy felborult az egyensúlya valamilyen téren, és valahol ezt próbálja kompenzálni. Most az, hogy hogyan próbálunk visszatérni az egyensúly állapotunkba, annak nagyon-nagyon sok módja van, de tulajdonképpen minden ilyen próbálkozásunk erről szól. És hogyha ezt megértjük, akkor befelé figyelve már egészen máshogy tudunk tekinteni az embertársainkra is, meg az elakadásainkra is például. Uh-huh. Úgyhogy főleg ilyen témák, az emberi kapcsolatok, uh-huh. amit ugye visszavezetek oda, hogy te mit tudsz tenni, te neked hol van ebben a felelősséged, és hogy hogyan tudod másképp, tehát megváltoztatni az érzelmi viszonyulásodat a helyzetedhez, hogy nem áldozat vagy, ugye, amit belénk nevelnek általában uh-huh. gyerekkorunk óta, hogy keressük a felelőst mindenért, hanem megnézem, hogy én mit tudok tenni a helyzetemben. Ez az egyik rész, a másik pedig, amikor valaki nagyon nehéz helyzetbe kerül, elakad válság, betegség, vagy összeomlik az élete, elveszít valakit, akkor az egy olyan dolog, amire egyébként nem igazán lehet felkészülni. Uh-huh. Tehát most egy kisgyereket hogy tanítod meg arra, hogy milyen az a veszteség? Uh-huh. Úgyhogy ezekkel mindenképpen találkozunk az életünk során, és ezekben is igyekszem segíteni. És onnan az inspiráció, mert ugye nagyon sokszor hallani azt, hogy valaki szeretne tényleg belekezdeni valamibe, akár egy blogot írni, de hogy úgy nem tudja, hogy miről, fél attól, hogy annak lesz a fogadtatása, vagy hogy egyáltalán mit fognak szólni hozzá az emberek, meg hogy honnan szerezzen inspirációt, tehát hogy neked honnan jön ennyi téma ötlet, hogy tudsz ennyit írni? Figyelek, ennyi. Megyek az utcán és figyelek. Aha. Felszállok a villamosra, és nem kihallgatom az embereket, hanem akár csak annyi, hogy ránézek arra, az emberre, és ad egy ihletet, igen, hogy látom, hogy például üveges tekintettel nyomják végig a napjaikat az emberek többsége, akkor írok erről. Látom azt, hogy mondjuk volt ilyen is, hogy onnan jött egy inspiráció, hogy egy anyuka a kisgyerekével ment a buszon, és elkezdett veszekedni az anyuka a kisgyerekével, hogy siessél, mert büntetés jár, ha elkésünk. Uh-huh. És ugye itt is volt egy olyan, ami egy fél mondat, ami hozott egy témát, igen, hogy negatív motivációval neveljük a gyereket, ahelyett, hogy mondjuk arra tanítanánk, hogy milyen fontos, hogy tisztelje a mások idejét, uh-huh. hogy legyen ott, legyen jelen a csoportban, hogy ő azért megy, mert uh-huh. ez hasznos neki. Tehát, hogyha valami pozitív motivációval, mennyivel hasznosabban tudjuk építeni azt azt a gyereket, vagy azt az embert. Tehát ilyen apróságok. Aztán vannak olyanok is, ami most ilyen furcsán hangozhat, de hogy jön. Tehát, hogy uh-huh. valahogy a világegyetem, az univerzum, ki miben hisz, uh-huh. valahogy úgy hozza, hogy hopp, ez most. Uh-huh. És néha maga a gondolat se tudom, hogy honnan jön, uh-huh. de van egy ráérzés, és utána a visszajelzések alapján az pontos. Jó, tehát, hogy sokaknak uh-huh. betalál, igen. Szuper. Úgyhogy szerintem igazán a kulcs csak annyi, hogy nyitott vagy, figyelsz, uh-huh. és beengeded azokat. Meg értéket akarsz feladni, tehát szerintem ugye az is ugye nagyon sokszor, ugye a marketingnek már az egyik alaptörvénye, hogy igazából az működik, ha értéket adsz, és hogy majd egyszer valahol visszakapod, igen. de hogy nem ott azonnal van cseréje annak az egész, aki nem ott kapod igen. vissza érte az értéket, hanem lehet, hogy majd a pozitív visszajelzésekben, vagy olyan üzenetekben, vagy lehet, hogy majd valaki ilyen az előadásodra, vagy megveszi majd a könyved, hogy valahol máshol térül meg, és hogy ez tök oké így. Igen. És igen, hogy te adsz, és beleteszel egy csomó energiát. És neked milyen kihívásaid voltak, mondjuk akár csak a bloggal, hogyha nézzük így, akár az elején? Rengeteg kihívásom volt. Eleve az, hogy elkezdek írni. Aha. Aztán az, hogy fölvállaljam a nevemet. Először álnéven írtam, de nem sokáig egyébként. Lehet egy-két hónap, másfél-két hónap talán, amíg álnéven írtam, és utána rájöttem, hogy az emberek... Az ismerőségtől féltél, vagy mi volt? Nem is tudom, hogy mitől. Igazániból magamat megmutatni féltem. Aha, igen. És
utána rájöttem, hogy az emberek emberekkel kapcsolódnak. Uh-huh. És nekik igenis fontos. Mert eleinte úgy kezdtem, hogy jó, nem fontos az én személyem, csak hogy mit adok, uh-huh. de fontos az én személyem, és nem azért, mert hogy egóból, hanem azért fontos, mert mi is most jobban ketten beszélgettünk, és egymás szemébe nézünk, és így van egy kapcsolat. Abszolút. Hogyha ő lát egy álprofilképet, vagy tehát egy semmilyen uh-huh. képet, ahol nincs személy, azt se tudja, honnan jön. Így nem tud úgy kapcsolódni. Úgyhogy ez is... Ugyanez igaz cégeknél is amúgy, és mi ezért mondjuk mindig, hogy érdemes a cégvezetőt oda tenni, és szerepeljen, mert akkor sokkal jobban azonosulnak vele, mint egy logóval például. Tehát más az én márka, meg más a személyi kultusz. Én ettől is féltem, hogy nem akarok személyi kultuszt építeni, de lehet ezt úgy is, hogy igen, én vagyok Kocsis Gábor, és ezt tudom adni nektek. Mert én adom, tehát hogy ezzel semmi gond nincsen. Csak ugye, hogyha egóba vált át a dolog, akkor van gond, de ezt mindig igyekszem odafigyelni, és rendszeresen felülvizsgálom magamat. Tehát ez is egy kihívás, ha már ugye a kihívások, hogy ne az legyen, hogy jó, van 175 ezer ember követőm, és akkor én nézem, hogy na most mikor lesz 180, mikor lesz. Mert nem ez a lényeg. Mert nem ez a lényeg, igen. Tehát nem ezért kezdtem el. És... aztán volt egy csomó más technikai kihívások például, hogy én mindent magam csináltam az elején, és honlapot is, meg megtanultam HTML kódot, CSS-t, stb. Uh-huh. És aztán WordPress, tehát egy csomó minden olyan, amihez nem értettem, és rengeteg időt szenteltem neki, vagy valamikor csak szántam rá, de van ott különbség a kettő között. De aztán most kezdem egyébként tanulni, hogy én ezeket kiadhatom, ezeket a feladatokat. De nem bánom, hogy megcsináltam. Abszolút. Mert... legalább tudod, hogy mit kell delegálni. Igen, és igen, vagyok pontosan. Negatív visszajelzések? Vannak időnként. Nem sok kezeled? Egyébként. Tehát nekem nagyon hálás és nagyon jó célközönségem van. És azt hiszem ebben az is benne van, hogy én tudatosan építettem úgy, hogy... következetesen ugyanazt az értéket képviseltem, és például nem kezdtem el mondjuk poénkodni. Időnként tehát benne van a humor időnként az írásomban, de nem az a fő vonal. Uh-huh. És nem poénkodom, tudom, hogy azok népszerűek lennének a Facebook poszton is ilyen poénos dolgok. De kiszámítható, konzisztens. Igen, de azért nem csinálom, mert nem ezt akarom átadni, és akkor meg egy csomó olyan ember jönne, aki nem oda való. Uh-huh. Vagy hogyha egy nem olyan... Nem akarod megjátszani magad csak azért, hogy igen. Nem csináltam, aktivitásod legyen. Nem csináltam nyereményjátékot például. Van, ami hasznos nyereményjáték, de olyat, az kifejezetten károsnak gondolom, ami csak arra megy, hogy akárki ide jöjjön az oldalamra. És ezért viszonylag egységes a célközönség. Jó, azért nagyon sokféle ember van, de hogy mind azért vannak ott. És amikor pedig jön egy negatív komment, én azt szoktam mondani, hogy az oldalam öntisztuló egyébként. Tehát, hogy ezek az emberek, mivel nem találnak fogást rajtam, ezért egy idő után elkopnak. Van egy ilyen kicsit csúnya kifejezés, hogy a szemét kiviszi magát. Uh-huh. Tehát, hogy aki nem oda való, az szépen elmegy. És tehát én nem őt tartom értéktelennek, egyszerűen nem oda való. Uh-huh. És megkeresi utána azt, akiből beleköthet, mert ezek az emberek általában csak azt akarják. Ez a szórakozás, igen. Amikor reagálok... Ez nem rólad szól, meg nem az oldaladról. Pontosan. Ez nagyon fontos szerintem azért kiemelni sokaknak, hogy ugye sokan ettől nagyon-nagyon rettegnek, hogy úristen, majd beszól valaki, és azért azt be kell látni, hogy tehát a nagy számok törvény alapján, vagy ha nagyon-nagyon nagy átlagot nézzük, akkor van egy ilyen kettő kötőjel, mit tudom én, 10%, aki negatív, irigy, cinikus és hajlandó arra, hogy beszóljon, és ugye sokan azért nem mernek elkezdeni kitenni valamit, mert attól félnek, hogy na, megtalálja őt is valaki. És cikizik, hogy elhaja, meg miért ezt mondja, meg nem is úgy van, meg stb. Hogy tényleg mit tudsz csinálni, vagy teljesen figyelmen kívül hagyod, vagy vitatkozol vele, tehát hogy te például ezeket hogy kezeled? Ezek az emberek a tanítóink. Tehát, hogyha engem megérint, amit mond, akkor ott valami bennem van, ami hiány, vagy valami nincs rendben. Tehát én mindig megnézem, hogy egyébként engem nem szokott már kizökkenteni. Én azt gondolom, hogy a stroke után, vagy a stroke alatt, a felépülés során nagyon-nagyon sok dolgot helyre tettem magamban, tehát nem tudnak így kizökkenteni. Nem azt mondom, valamikor valami nem esik jól, elgondolkozom rajta. És ami az első nagyon fontos technika szerintem, hogy külön választom a stílust a tartalomtól.
az mindig. Tehát a stílusa soha semmi dolgom nincsen. A tartalommal lehet dolgom, és hogyha a tartalommal van dolgom, akkor megnézem, hogy igen, ez tényleg építő van jellegű? Dolgom. Aha, igen, építő jellegű, hasznos-e, vagy nem. Hogyha én reagálok egy trollra, tehát az építőre persze, tehát vele tudunk konstruktívan beszélgetni, hogyha ő is nyitott erre, de hogyha valaki csak trollkodik, vagy direkt le akar húzni, vagy ilyesmi, akkor hogyha én reagálok, akkor soha nem azért reagálok, hogy őt meggyőzzem. Uh-huh. Én mindig azért reagálok, hogy az olvasóimat tanítsam arra, hogy hogyan kezeljük az ilyen embereket. Ezt nem mondom ki, de ők látják. Indirekt benne van. Aha. Indirekt benne van, igen. Úgyhogy, igen, meg ez egy óriási nagy felelősség azért, minél több ember figyel rád, és minél több ember azért napi szinten olvasnak, weboldal 5-10 000-et mondtál, hogy a múltkor, tehát azért az egy jelentős tábor, és ez egy tök nagy felelősség, hogy kezeled ezt a közönséget. És igen, egyrészt felelősség. Nyomást éreztél már emiatt, hogy mekkora, ez teher vagy egy lehetőségként éled meg? Lehetőségként élem meg, érdekes módon. Ez nem volt igazán teher soha. Uh-huh. Tehát volt néhány olyan írásom, ami mondjuk merészebb, vagy jobban kizökkent a komfortzónából, és ott volt, hogy úgy elgondolkoztam, hogy megnyomjam a közzététel gombot. Megnyomtam, és egyébként az a mai napig a legnépszerűbb írásom. De valószínűleg pont azért, mert megnyomkodtál valami olyan témát, igen, amit lehet, hogy más nem mert kiírni, de ugyanúgy benne van az emberekben. Igen, igen, igen. És pont az a szabadsága, ahogy én kimertem mondani, azt tetszik az emberek, azzal tudnak kapcsolódni. Aha. Úgyhogy teherként én igazán soha nem éreztem ezt, hogy hányan olvasnak, mert egyrészt, ami nagyon jó volt, akkor nem örültem neki az elején, de nagyon jó volt, hogy szép fokozatosan épült fel az oldal, és én másfél évig gyakorlatilag magamnak írtam, vagy hát nagyon kevesen olvastak, és akkor utána szépen alázatosan felépítettem azt az utat, és így fokozatosan szoktam hozzá, úgymond, hogy egyre többen olvasnak. A másik pedig, ami szerintem ennél is fontosabb, az, hogy mindig tudtam, hogy én tiszta szívből segíteni szeretnék az embereknek. És hogyha ez rendben van a szándékom, és tudom, hogy most nem olyanról beszélek, amiről fingom nincsen, mert megéltem, megtapasztaltam, látom, akkor hogyha én hiteles vagyok és tiszta szívvel adom, akkor ez a felelősség már rendben van az én részemről. Az olvasóknak a saját felelősség, hogy mit kezd azzal, amit én írok. Tehát az már az ő részük. Ami még nagyon tetszik, hogy a kitartásodnál igazából a szerénységed nagyobb csak, és hogy tényleg annyira szerény állsz mindenhez, hogy mi sem mutatja ezt jobban a vasárnapi videód, hogy tényleg azért ennyi idő után is most vállaltad föl először, hogy akkor csinálsz egy videót a közönségnek, amihez én nagyon-nagyon drukkolok, mert én nagyon nagy híve vagyok, mert szerintem iszonyatosan nagy erő van benne, és hogy tényleg talán még jobban ki tudod fejezni magad, még jobban tudnak kapcsolódni, ha az íráson túl még látják, és ugye a gesztikulációt, mimikát, stb. Hogy mondtad, hogy nehéz volt, komfortzóna játék volt. Abszolút. Hogy élted meg ezt, és mi most beszéltünk ugye pár szót már a videó előtt róla, de hogy mi a legnagyobb tanulság neked ebből? Nekem az a legnagyobb tanulság, hogyha megtaláltad azokat az embereket, akikhez tudsz kapcsolódni, akkor csináld, mert hogy ők várják, ők szeretnek, ők fontosnak tartják, amit csinálsz, azért vannak ott, és egy csomó félelem volt bennem, igen, mert alapvetően introvertált vagyok, egyébként félek attól is, hogy mi van, hogyha kiteljesedek, tehát hogy, és ezekről, sőt, még az anyagikkal kapcsolatban is volt, meg még talán van is bennem félelem, hogy megérdemlem-e azt, hogy én is jól éljek, meg ilyesmi, ami tudod, ilyen szegénységtudatra nevelik sokszor az embereket, és ez abszolút benne van, bennem volt, meg most dolgozom rajta, és közalkalmazotti bérből ugye jövök a vállalkozói életbe, tehát hogy ezek itt mind ilyen handicappek, és persze sajnálhatom magamat, meg gondolkozhatok azon, hogy hú, de rossz nekem, meg mi lesz most, vagy pedig azt mondhatom, hogy oké, akkor csináljuk. Mi kell bele kihozni. Igen. Igen, és igazán jól belegondoltam, hogy én ugyanezt már megcsináltam. A bloggal megcsináltam, a személyes konzultációkkal megcsináltam, és most a videó is ugyanez, hogy
ha valakinek nem tetszik, el fogja mondani. Hogyha sokaknak nem tetszik, akkor nem folytatom. De hogyha meg se próbáltam, akkor honnan tudom, hogy ők kapcsolódni akarnak-e, vagy nem. És igazániból az segített még ezen kívül nagyon sokat, hogy és ezt pont mondtam is, hogy ezt neked is köszönhetem, hogy a könyveddel is csináltad ezt, meg Tölgyesi Zsófi, aki nekem marketingben segített, ő is ezt a módszert alkalmazta, hogy egyszerűen kihirdettem, úgyhogy még nincs is kész, és utána meg nincs visszaút. És ez egyik, hogy nincs visszaút, lehetne persze, kibekkelhetem, de hogy annyi pozitív visszaút... Az már ciki lenne, igen. Igen, egyrészt a ciki lenne, igen, bár én azt gondolom, jobb, hogy igen, elfelejtik az emberek 15 perc alatt igazániból, tehát hogy még a kudarcból is föl lehet állni simán. Viszont, ami sokkal fontosabb, hogy annyi pozitív visszajelzés érkezett már csak arra, hogy lesz videóm, vagy hogy legyen-e videóm már erre. Meglepődtem, hogy amikor azt látom, hogy a Facebook korlátozza az eléréseimet, amikor azt látom, hogyha mondjuk meghirdetek egy programot, nem biztos, hogy annyian jelentkeznek még, amennyit szeretnék. És ugyanakkor meg volt egy, fölvállaltam a félelmeimet, fölvállaltam azt, hogy ebben még van mit fejlődöm, és az emberek annyi támogatást adtak, hogy így ez a szeretett cunami így elsodort, hogy jó, akkor csináljuk. Szuper. Ez így. Nem, tényleg, tehát hogy szerintem mind technikailag egy óriási nagy lehetőség és eszköz, hiszen tényleg minden igazából ingyen van, és ma már ugye a mobiltelefon az alkalmas arra, hogy egy elfogadható minőséget lehet vele csinálni, internet azért nagyjából mindenhol van, tehát hogy valójában tényleg nem kell semmi hozzá, de hogy nagyon sok ember tényleg az gátol, hogy na most mit fognak gondolni, hogy én most ezt miért csinálom meg. Aha. Igen. Hát nekem ugyanez, ugye most ebből 2 éve nyomtam meg először azt a feltöltés gombot, de hát ugyanez a rettegés parra, hogy na most akkor ismerősök, volt kollégák, most éppen ki fog ezért beszólni. Hát rajtad pedig abszolút nem látszik. Hát pedig az első, azt tudom, hogy nehéz volt ott is. Hát egy 3 héten keresztül, szerintem így vagy 15-ször biztos felvettem újra, és mondom, ez nem jó. Pedig ott voltam a spanyol tengerparton, még volt is téma, tehát volt egy csomó olyan dolog, amit le tudtam volna videózni, de hogy egyszerűen nem jött az, ami átbillentett volna, hogy most ezt feltöltsem, és akkor ott is az volt, hogy amikor már reptéren voltam, még volt 4 óra felszállásig, de mondom, most, csak azért is. Addig nem szállok föl, ameddig most ezt nem csinálom meg. Igen. Aztán a legjobb döntés volt, mert most már ilyen 250 videó után meg már. Hát igen. Most már könnyű, relatív. Igen, és ez is egy nagyon, nagyon, igen, ez a csináld, ez is egy nagyon hasznos tanulság, és rajtad is ugye ezt láttam, hogy oké, belevágsz, csinálod, és egyre profibb, egyre komfortosabban érzed magad, és tényleg, aki most vág bele, annak is azt tudom én is mondani, még kezdő, például videózás terén kezdő vagyok, hogy igen, hogyha csinálod, egyre jobban fogod érezni magad benne, és nem baj az, hogyha az elején nincs, nem profi, nem tökéletes, enyém se tökéletes, nagyon messze van a tökéletes. És majd menet közben jön. És pont amit beszéltünk a felvétel előtt, hogy ez egy ilyen tök, nem egy bonyolult szett, ami itt van, csak ugye annyi, hogy picit odafigyelünk a hangra, több kamerába veszük föl, meg van fény, tehát egy minimális plusz már benne van, de nekem is mondjuk 100 epizód kellett ahhoz, és mondjuk interjúkból is a 21-22. Volt az első, amire már elkezdtem így figyelni, hogy akkor oké, most már az alapok megvannak, kb. Tudom, hogy mit szeretnék csinálni, akkor kezdik el a minőséget emelni, de hogy tökre nem ezen múlik, és csomószor látom azt, hogy bevásárolnak mindenféle kütyüvel, és akkor közben nem csinálják utána az emberek, mert hogy nem ezen múlik, hanem ma már tényleg egy okostelefon bőven elég hozzá. Igen. Meg az, most ha nem lenne 2 kamera, ülhetnénk egymás mellett, akkor is jó lenne ugyanúgy, ez csak egy picit dinamikusabbá teszi az egészet, de nem ezen múlik igazából. Nem, azon múlik, hogy mit adsz át az embereknek, szerintem. Az a fő. És hogyha az rendben van, akkor az emberek nagyon könnyen elfogadják azt, hogy ez most nem tökéletes, abszolút. Ez most picit rossz a hang, vagy akármi. Na szuper, hát ezek ugye nagyon, nagyon érdekes tapasztalások, meg tanulságok, és azt gondolom, hogy ezért nagyon sokan tudnak ezen azonosulni, még ha nem is videózással akarnak foglalkozni, hogy lehet ez csak bármire. Egy új hobbi, lehet egy bármilyen valakivel fölvállalni egy konfrontációt, egy megbeszélést, egy családi megbeszélést. Tehát 1000 millió dolog lehet, ami ugye konfrontációt okoz, és ugye nem mernek mondjuk ezek miatt a dolgok miatt belemenni az emberek, vagy akár a nyilvános beszéd az is ilyen, hogy rettegnek tőle, mert félünk a negatív kicsengésétől. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy tényleg így
így erőt adsz ezzel akkor az embereknek nap mint nap. Hova tovább, így hogy látod így ennek a blognak, magazinnak, blognak, inkább blog, mint blog, magazin, ugye? Igen. Hogy látod a blognak a jövőjét, meg miket tervezel még ezzel kapcsolatban? Tervem az rengeteg van, az túl sok egyébként, szóval most tanulom azt is, hogy priorizálja. Uh-huh. Ami most fő irányvonal, az a könyvírás, uh-huh. aztán egy online tananyagot is fejlesztek, amivel még több embernek elérhetővé uh-huh. teszem azokat a dolgokat, amit például a személyes konzultáción megbeszélünk. A személyes konzultációt ugyanúgy folytatom, azt is valószínűleg átalakítom, mert azt látom, hogy fontos az embereknek, hogy elköteleződjenek. Uh-huh. Tehát az, hogy egyszer eljönnek, elmennek, az nagyon sokan nehéz nem... Nehéz eredmény, vagy változást igen, elérni. Nehéz változást. Lehet egyébként valamennyit, de csomószor érzem, hogy ott még lenne munka, uh-huh. és ők, hogyha nem, az elején nem köteleződnek akkor uh-huh. el, akkor könnyebben feladják. Uh-huh. Tehát ilyenek vagyunk mindannyian uh-huh. igazániból. És tehát ez is van tervben, akkor ugye a videózás, uh-huh. most már az is. Hajrá! Köszönöm szépen! A blogot továbbra is írom, mert azt egyrészt nagyon jól érzem magam benne, uh-huh. nagyon pozitívak a visszajelzések is, tehát azt nagyon magaménak érzem, úgyhogy uh-huh. azt semmiképpen sem fogom abba hagyni. Emellett még nagyon sok olyan dolog van, élő programok, workshopoknak, uh-huh. Most elindítottam egy workshop sorozatot, de lesz ősszel is egy új, teljesen új, és főleg igazániból az, hogy élőbbé tegyem a kapcsolatot azokkal, akik megtisztelnek a bizalmukkal uh-huh. és a figyelmükkel, úgyhogy ez most a fő uh-huh. irányvonal. Ki a célcsoportodra inkább, vagy kik a fő olvasótáborod? Egyrészt lehet valamennyire így? Lehet, kapcsolatban? Abszolút lehet. 80 valahány százalék nő, uh-huh. tehát ezt tudom, ennek tudni vélem az okát is, mert egyébként, és minden tisztelet azoknak a férfiaknak, akik uh-huh. elmennek önfejlesztő előadásokra, olvasnak ilyen tartalmakat, de ők vannak kevesebben. Kevésbé nyitottak, és szerintem ez onnan indul egyébként, hogy megtanulják meg kisfiúkorunkban megtanuljuk azt, hogy kemény vagy, uh-huh. megoldod, nagyfiúk nem sírnak, és akkor uh-huh. utána az, hogy ők kifejezzék az érzéseiket, kifejezzék a nehézségeiket, az egy nagyon komoly falakba ütközik. Uh-huh. És ezért főleg nők azok, akik azt látom, hogy ők változtatni akarnak, ők mernek elindulni egy úton, és jó esetben egyébként egyre több férfi, azt látom, hogy azért vannak most már, tehát most már nem szégyen az, hogyha egy férfi felvállalja az érzéseit, a gyengeségeit, de még azért van mit dolgozni itt a társadalmon ilyen téren, tehát főleg nők, és nők közül is főleg azok, akik mondjuk már olyan, hát 30-50 között, tehát azok, akik, de van egyébként idős olvasóm is, tehát is nagyon megtisztelő, hogy azt mondja, hogy még mindig tud tőlem tanulni, tehát ez nagyon, nagyon jól esik. De ő is egy fiatalos, tehát ők is, akik ilyen idősebbek, ők is általában fiatalosabb gondolkodásúak, uh-huh. tehát szeretik azt a lazább stílust, azt az impulzust, hogy akkor haladjunk az életünkben, mert sok idős sajnos bele, vagy hát nem sajnos, ez az ő útjuk bele törődik abba, hogy ő már le van írva, leírja magát is, és közben még egy csomó lehetősége uh-huh. lenne. Túl fiatalok, úgy túl fiatalok, hogy mondjuk 30 alattiak, ők meg még azt gondolom, hogy nem tapasztaltak a többségük, és tisztelt a kivételnek, de még nem tapasztaltak annyit az életből, hogy szükségük legyen uh-huh. az én abszolút, segítségemre. Hát, nagyon sok sikert kívánok, meg tényleg kitartást ehhez az úthoz. Nagyon szépen köszönöm. Meg megerősödést azokban a területekben, amiben még keresed az utadat. Nagyon úgy szépen csak köszönöm, tovább. És ez kölcsönös, én is nagyon sok sikert kívánok. Örülök, köszönöm. És akkor végére még egy szolgálati közleményt tegyünk a nézőknek, hogy esetleg mi lesz a következő olyan konkrét workshop, vagy kinek ajánlod, aha. ami hol érnek el, még ezeket mondjuk el nekik. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, a használtfel.hu oldalon érnek el. És folyamatosan közé teszem a lehetőséget. Most, ami azt gondolom, hogy a következő lépés lesz, az ősszel lesz, szeptemberben egy workshop. Az 2019, ha esetleg valaki ezt már jövőre nézi, igen, akkor... Igen, ez 2019, de bízom benne, hogy jövőre igen. is lesz ez a workshop, mert fontosnak tartom, és ez a siker lélektanáról aha. szól majd, hogy a,
hogyan tudjuk a nehézségeinket átfordítani lehetőségekké, és hogyan tudjuk a céljainkat következetesen és hatékonyan a gondolkodásmódunkat megváltoztatva elérni. Úgyhogy ez most a fő. Nagyon jó. Akkor sok sikert kívánok még egyszer, a könyvhez is. Mikor jelenik meg a könyv? Csak hogy legyen egy kis trét. Igen, a nyomás, igen. Mondanám, hogy karácsony, és azt hiszem most kimondtam, úgyhogy kénytelen leszek karácsonyra. Tehát, hogy a decemberre én szeretném ezt megcsinálni. Drukkolok. Köszönöm szépen, sok sikert. Köszönöm neked. Köszönjük neked a figyelmet, hogyha bármi kérdésetek van, szerintem nyugodtan itt a videó alatt kommentben írjátok meg. Megkérjük Gábort is majd, hogy figyelje a komment szekciót és segítsen és válaszolni nekünk. Igen, köszönjük a figyelmeteket, sziasztok, szép napot! Sziasztok, köszönöm!